Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, tisztelt polgárok, kedves választópolgárok, a mindenható atya legyen önökkel. Jogvéd Egyesület elnökként Száva Vince vagyok, ugye 2004-től dolgozunk, és amikor olyan értékes, értékrendekkel rendelkező polgármester jelölteket ismerhetünk meg, mint aki itt áll mellettem, a kedves hölgy bemutatkozik, és hogy melyik településen indul polgármester jelöltként, akkor mi jövünk, igen, hívtak minket, ide jöttünk. Nagyon sok dolgunk van, de igenis fontos ez a településnek az élete, és nagyon fontos, hogy ki vezeti. És fogadjátok szeretettel néhány mondatban azt, amit elmond a polgármester jelölt asszony, tisztelt helyi lakosok, önökért. Parancsol. Üdvözlöm Önöket! Bulejkáné Fésűs Éva, független polgármester jelölt vagyok, itt élek Érsekvadkerten, tőzsgyökeres lakos vagyok, és azért vállaltam ezt a kihívást, ezt a polgármesteri megmérettetést, hogy jobbá tegyem az itt élő emberek életét, romákét és nem romákét egyaránt. Azt szeretném, hogyha közelebb kerülne a két nép egymáshoz, picit felzárkózna a roma közösség is, és jobb legyen itt élni. Ezen munkálkodom. Kérem, hogy szavazzanak rám. Köszönjük szépen a kedves polgármester jelölt asszonynak. Nagyon hosszas lakossági fórum volt, de azt gondolom nagyon tartalmas volt, aki itt volt, láthatta, aki nem, az megnézheti majd az élő videót. Viszont én is elmondtam a gondolataimban, hogy mi kizárólag azt a polgármester jelöltet támogatjuk, aki nem tesz különbséget a bőrszín, akár fehér magyar vagy barna magyar tekintetében, és ugye a névikét itt tisztelik és elismerik, és ő pont nem olyan, aki mondjuk, akinek probléma lenne a bőrszín. Ugye, hogy ez az érték? És én kívánom mindenkinek, minden polgármesternek, minden polgármesteri jelöltnek, vagy képviselő jelöltnek, vagy roma képviselő jelölteknek, hogy így éljünk. Igen, ne magyarozzunk, ne cigányozzunk, ne zsidózzunk, mert az a gonoszság jelképe. Önök meg, ha Istentől való cselekedetet akarnak tenni, akkor tegyék, mi partnerek vagyunk. 0674 18 14 48, azért ismernek minket. Természetesen a polgármester asszony, hogyha megnyerte ezt a választást, akkor ránk számíthat. Sok-sok ezer oldalból áll a programunk, és mi partnerek vagyunk. Önökért lakosság. Minden jót mindenkinek!